a műfaj teremtő Django Reinhardtnak állított emléket a Gyulai Várszínháza napokban. A Párizsból érkezett, fiatalokból álló Csaba Joe együttes autentikus Manus Swinget játszott a kamarateremben, ahol virtuóz játékkal lepte meg a gyulai közönséget. Az este második fellépője a Punkastic együttes volt, melynek tagjai már régóta zenélnek különféle formációkban, így a különböző stílusú zenei tapasztalatokat jól tudják hasznosítani ezzel a felállással is. A zenekar Békés megyei énekesét a megalakulásról kérdeztük. Mindenki mindenkivel játszott már együtt a múltban, de így még nem álltunk soha színpadra, tehát a Besodromba már játszott együtt, sőt játszik is a Seres Vilmos Karnétos és a Csurkai József cimbalmos. Nem tudom, nem is tudnám felsorolni, most rengeteg formációban játszottak már együtt, így még nem, és egy júniusi napon otthon igazából a Lombos Palival, a Bőgössel beszélgettünk telefonon, még csak egy városban sem voltunk, mert én itthon voltam Békésen, és akkor beszéltük, hogy jó lenne egy ilyen, és gyakorlatilag pár óra múlva már létezett a formáció. Az együttes énekese egyszerűen Django Popnak nevezte zenéjüket, melyben a magyar autentikus hangszerek is fellelhetőek. Régóta foglalkozunk ezzel a zenei stílussal, és ugye a magyar zenének alapvető eleme a cimbalom, és mi úgy elképzelni sem tudtuk volna enélkül. Persze itt a cimbalomnak nem olyan szerepe van, mint akár a cigányzenében, vagy a magyar nótáknál, hanem egy picit ezt is megfordítottuk, kicsit kiforgattuk, valahol 3-4 hangot játszik, akár viccesen. És ugye van klarinét is, ami szintén ilyen popzenében, hát inkább más típusú hangszereket szoktak használni, és nincs dobunk, ami ugye szintén a popzene elég fontos eleme. A kamaraterem programjai komoly zenei hangversennyel folytatódnak.